2024-es önkormányzati választási eredmények alapján az egyik legsikeresebb budapesti polgármesterrel, Soproni Tamással beszélgetek. Szóba kerül az Airbnb, a budapesti olimpia és a fővárosi közgyűlés, és kicsit a fővárosi politika is. Szerintem nagyon sokat lehet ebben a beszélgetésben gondolkodni arról, hogy milyen városban szeretnénk élni, úgyhogy ajánlom mindenkinek, akit érdekelnek ezek a témák. Szervusz! Szervusz! Én azzal szeretném kezdeni, hogy az a viszonylag limitált számú baloldali, aki még szóba áll velem, az egészen ilyen eufórikusan állt ehhez az Airbnb szavazáshoz, ami volt a 6. kerületben. De mégis, és amúgy én alapvetően jó szándékon viszonyulok hozzá, csak a műsor kedvére megpróbálnék pár provokatív kérdést feltenni. Tehát mi ellenzékiek sokszor csináltuk azt, hogy amikor megnéztük mondjuk a nemzeti konzultációt, vagy például olyan népszavazásokat, amin nem lettek eredményesek vagy érvényesek, akkor mindig azt mondtuk, hogy a lakosságnak ez hány százaléka, aki döntött, és hogyha itt megnézzük az Airbnb-nél, ez a tizede a 6. kerületi lakosoknak, hogy mégis azt gondolod, hogy ez egy irányba mutató és biztos döntés volt? Ugye a döntés joga az alapvetően a képviselőtestületnél van. És mi a csapatommal, amikor elindultunk a választáson, és megígértük, hogy lesz egy ilyen szavazás, akkor azt mondtuk, hogy döntsünk többen. Döntsünk 1000-en, 2000-en, 3000-en. Döntsünk annyian, amennyien részt akarunk venni ebben a szavazásban. És ha megnézzük egyébként azt, hogy a hasonló ilyen demokratikus eszközök, amelyek nem népszavazások, de mégiscsak valamiféle hasonlóval próbálkoznak, ezeken a részvétel az milyen, akkor azt látjuk, hogy mondjuk most a miénken dupla akkora volt a részvétel, mint a fővárosi lakógyűlésen. De Franciaországban, azt mondom, hogy Párizsban volt nemrég egy népszavazás, hát kvázi népszavazása, vagy a rollerek betiltásáról, vagy a parkolási díj emeléséről, ahol azt hiszem, hogy ami, nem tudom, 6% ment el, vagy olyan hasonló arányban. Úgyhogy azt gondolom, igen, ez egy sikeres lehetőség volt, sikeres eszköz volt abban a tekintetben, hogy aki akart, az részt is vehetett, és ennél sokkal persze fontosabb volt az eleme, hogy szerettük volna, hogyha mondjuk a közbeszéd, az egy picit egy ilyen értékválasztáson alapuló, de mégiscsak szakpolitikával foglalkozik, és nem azzal, hogy kinek nem tudom hány centi, vagy kinek milyen a milyen nem a napszemüvege. Milyen nem a napszemüvege. Régebbi ügyet hozzak. Igen. És megnéztem magát a kiadványt, ahol kétségtelenül volt lehetősége mind a két oldalnak érveket mondani, hogy neked volt az ellenoldalnak, tehát annak az oldalnak, aki amellett volt, hogy semmilyen korlátozás ne érje az Airbnb-t, volt olyan érve, amit megfontolásra érdemesnek találtál? Hogyne, volt. Persze, hogy volt, és nekem ez volt az egészben talán a legnehezebb. Én két Airbnb mellett lakom közvetlenül, nagyon rendes egyébként a tulaj, abszolút normális a viszony. Igazán nagy Airbnb-k is van, hogy buli turisták jönnek oda, de engem ez különösebben nem zavar. És legtöbbször akkor volt lelkiismert furdalásom, amikor ebben az időszakban találkoztam azzal a hölgyel, aki takarítani szokta ezt a két lakást. Nagyon régóta ismerjük egymást, amióta mi ebben az albérletben élünk, nem tudom, 4 éve. És a legmeggyőzőbb érv az, hogy van egy szektor, ami erre már ráépült, és amit a bérből élők tartanak fenn, ők dolgoznak benne. Tehát ez a szektor már nem csak a tőkésekről szól, nem csak a befektetőkről szól, hanem bizony nagyon sokan olyan emberekről, akik a munkájukkal tesznek ehhez hozzá. És ez szerintem a legfontosabb érv amellett, hogy megmaradjon egyébként ez a rövid távú szálláshely kiadás ebben a formában. És most végül ugye korlátozva lett, vagy ugye mert kicsit félreírta a média, a betiltást írta, pedig azért ez, hogy mondjam, ez nem biztos, hogy a legjobb, mert nem illegális. Tehát nem fogják senkit börtönbe zárni, ha jól értem. Nem. Az olyan jogszabályalkotási lehetőségünk nincs, és nem is élnénk vele, hangsúlyozom. De hogy szerinted egy világvárosban, és tudom, hogy ez nem részben nem csak kerületi, meg nem csak egy budapesti kérdés, de szerinted egy világvárosban ilyenre akkor nem kell, hogy lehetőség legyen egyáltalán, ami az Airbnb jelenti? Kezdhetem nagyon távolról. Igen. Van időnk? Van időnk, bármennyi időnk van. Szóval amikor megjelent az IVIV, a 2000-es évek elején. Szerintem most a korfából az alsó része. Igen. Mondhatnám a MySpace-et esetleg, de akkor menjünk el a Facebookig mondjuk a 2007-8 környékén, azt már talán a legszöbben ismerik. Akkor ugye ez egy ilyen, a közhangot abszolút pozitív volt ezzel kapcsolatban.
csodálatos dolog, hogy megtalálom a volt, nem tudom, óvodai társamat, meg az exemet, meg felveszünk kapcsolatot, mindenki olyan történeteket rak ki Facebook, olvasmányélmények egyébként, ilyenek kerültek ki annó a Facebookra, és emberek vitatkoztak esetleg értékrendi kérdésekről, és akkor odáig jutottunk ma, hogy nagyjából azért a fake newsnak a közösségi média, az igazából a meleg ágya, propagandára használják, igazából a vásárolt tartalom a legnagyobb elérésű, közben kiirtotta egy kicsit az újságokat, ugye, tehát kiváló hatása volt, és mindeközben eltelt egy, hát mondjuk közel két évtized, de másfél évtized legalább. És miért? Mert a döntéshozók, a politikusok nem tettek semmit. És azért nem, mert nagyon lassan tudjuk mi, döntéshozók, lekövetni általában az ilyen jellegű innovációkat, a technológiai innovációkat. És ugyanez van az Airbnb-vel. Hogy ez egy tök szuper ötletnek indult, persze 2008-ban, 2009-ben kiadjuk a gumimatracunkat, nem tudom, egyik szobába, adunk egy kis reggelit, és tök egy közösségi élmény, és akkor azzá deformálódott, ami ma szerintem, hogy Prága belvárosában nem élnek emberek. És ugyanez igaz nyilván Budapestre, ugyanez igaz Bécsre, most nyilván kis túlzással, mert nem igaz, nem élnek emberek, de hogy kiürösödnek ezek a területek, és rengeteg befektető vásárolja fel az ingatlanokat, miközben azt látjuk, hogy lakhatási válság van az egész világon. És ez nagyon-nagyon sok összetevő, és nem csak a rövid távú szálláshely kiadás tehet erről, de én azt gondolom, ha nem lépünk semmit, ha nem beszélgetünk erről, akkor követjük el a legnagyobb bűnt politikusként. És én nem azért politizálok, hogy tök jó dolog persze adni a díszpolgári címeket, tök jó dolog, nem tudom, elmenni egyébként az idősklubba és beszélgetni emberekkel, de azért van ennél még több, amit egy polgármesternek kell tennie és felelőssége van. Azaz, hogy például a lakhatási válság megoldásában mind beruházásokkal, tehát lakásfelújításokkal, akár bérházépítéssel, és mind jogszabályokatási képességével él. Igen. Igen. Itt minden visszatérnék magára a lakhatási válságra, csak először ugye erre reakcióként a Fidesz azt mondta, hogy ezt fővárosi szinten, vagy tulajdonképpen országos szinten szabályozni kéne. Ha jól tudom, ennek nem lett semmi konkrét következménye még, tehát még nem tudjuk, hogy mit jelent ez. Hát az országos szabályozás ugye lett egy dolog, ugye megemelték az átalányadót, nem túl jelentős mértékben szerintem, pontosan ez nem egy nagy adó nem, amit be kell fizetniük az Airbnb tulajdonosoknak, üzemeltetőknek, illetve moratóriumot mondtak ki a következő egy évben, tehát 2026. január 1-ig az engedélyek kiadására vonatkozóan. Ez a nesze semmi fog meg jól nagyjából. De szerinted mit kéne, tehát hogy visszatérve a kérdés konkrét részére, mit kéne fővárosi szinten csinálni ebből? Hát a főváros a jelenleg hatályos törvények értelemben impotens. És erről nem ők tehetnek, tehát nem Karácsony Gergely tehet arról, hogy nincsen szabályozás. Az Airbnb, a rövidtávú szálláshelyeknek a korlátozása bármilyen módon az a helyi önkormányzatok kezében adva, de valójában nem itt lenne a megoldás, hanem szerintem a törvény szinten, az országgyűlés szintjén. És hogy mi lenne a megoldás, nem tudom pontosan. Én azt gondolom, hogy ha erről 15 éve beszélgetünk, akkor bár egy kicsit talán kevésbé érett fejjel, de talán arra jutottam volna, hogy azt kell korlátozni, hogy ez túlságosan elszaporodjon. És azzal, hogyha egy embernek van egy lakása, amit ő üzemeltet mondjuk a saját házában, tehát egy társaházon belül, és ő az, aki felelős ezért, és akár munkát tud adni másoknak, de 24 órában elérhető a szomszédok számára, azt szerintem egy jó kompromisszum lehetne, akár ma is egyébként, csak ezt meglehetősen nehéz szabályozni, meg nehéz betartatni. Ismerek olyan Airbnb lobbistát, akinek az összes családtagjának a nevén van egy rövidtávú szálláshely. Nyilván ki lehet sok mindent játszani, de mégis azt gondolom, hogy valami ilyen irányba mentem volna én egyébként alapvetően, de az is igaz, hogy 15 évig nem tudtuk, hogy milyen lakhatási válság lesz. Tehát lehet, hogy tehát a tiltás, mint olyan egyébként nem egy bűn. Tiltunk, rengeteg dolgot tiltunk a társadalomban. Például kocsmát sem lehet ugye üzemeltetni egy lakásban, és nem csak azt mondjuk, hogy jaj, találjuk meg a középpontot, hogy akkor csak 12 órában lehessen kocsmát üzemeltetni. Nem, azt mondjuk, hogy nem lehet kocsmát üzemeltetni, ahogy Cooperite sem. És szerintem ezek nem biztos, hogy problémák, hogy nem lehet. Tehát önmagában azt nem gondolom, mert ezt is hallottam sok helyen, hogy hát ez a tiltás, ez milyen drasztikus. Ez egy komoly probléma, amivel valamit kezdenie kell a döntéshozóknak. Igen, de ugye a Budapesten nő a turista forgalom, ami alapvetően egy jó dolog tulajdonképpen, mert hoznak valamennyi pénzt.
Persze bele lehet abba menni, hogy ez a fajta Európán belüli városi turizmus ez mennyire fönntartható, meg jó dolog, de ez szerintem már kezd olyan absztrakció szinten lenni, nem biztos, hogy meg fogunk tudni itt oldani. Mindenesetre nőnek tehát a szálláshely igény nő. Ezt valahogy ki kell elégíteni. Ugye ezt tradicionálisan ebben teljesen igazad van, tehát a világon mindig megoldották az úgynevezett szálloda nevű elég régi találmánnyal, csak hogy azért a szállodák építése és a folyamatos, tehát a szállodaipar sem mindig a legjobb hatással van az urbanisztikára önmagára. Tehát csak ezt az ellenpontot akartam most felhozni. Én azzal a premisszával vitatkoznék, hogy ki kell elégíteni ezt az igényt. Mert vannak jó gazdasági hatásai, ezt elismerem, de ha egy velenceit kérdezel ugyanerről, vagy egy barcelonait, vagy egy Tenerife-n élőt, vagy egy Hawaii-t egyébként, akkor azt mondja, hogy léci, ne. Nem biztos, hogy ki kell elégíteni ezt az igényt. Nem biztos, hogy a túlturizmus az egy, tulajdonképpen ezzel az állítással kicsit tagadjuk ennek a létezését, ennek a jelenségnek. Szerintem van. Nem tudom, ezt elértük-e, de persze nem vagyok szakértője nyilván a témának, viszont azt látom, hogy azt a pontot elértük, ahol mondjuk vidékről fővárosba érkező egyetemisták, frisse egyetemisták, azok csak hatalmas családi segítséggel tudják biztosítani a lakhatásukat, akkor is egyébként nyilvánvalóan nem a belvárosban, nem mondjuk az egyetemekhez közel, nem a BTK-hoz, LTBTK-hoz közel, vagy a Károlyhoz, vagy ilyenekhez közel, és ezzel aztán kizárunk olyan embereket a felsőoktatásból, akik egyébként az eredményeik alapján jogosultak lennének rá, vagy képesek lennének ezt elvégezni. És ebben persze mondhatjuk azt, hogy hát építsen az állam diákvárost, az önkormányzatok még több lakást újítsanak fel, és ez így van, csak történelmileg nem így alakult, mert az elmúlt 34 évben, a rendszerváltás óta erre mindig is tett a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány, ami egy bűn, de ezt én most nem tudom, hogy egy csettintésre megváltoztatni, dolgozunk rajta. Ezt értem. A túlturizmus kapcsán, ugye én pont a spanyol vitával valamennyire beleolvastam, ami Barcelona kapcsán pontakozott ki, vagy az volt a csúcspontja ennek. És ott a szocialista spanyol kormány azt mondta, hogy igen, vannak helyek, ahol túlturizmus van, de ez ad utána pénzt nekem, mint spanyol kormány arra, hogy odaadjam a szolidaritási adóval, amit itt akkor jelzünk a hallgatóknak, hogy nem csak Orbán Viktor talált ki, amit utána odaadjak a szegényes spanyol településeknek. Tehát ez bizonyos helyen megképződik ez a probléma, de utána elvileg ebből a pénzből lehetne az ukrán határ közelében valamilyen jellegű felzárkóztatási dolgot csinálni. Elvileg. El tudom fogadni ezt. Ha lenne egy olyan nem tudom, baloldali kormányunk, amit egyébként egy valóban baloldali ember vezet. Ugye volt már olyan összefogásunk, amit nem egy baloldali ember vezetett. Hát egy darab baloldali kormány volt már Megyesi Péter alatt, igen. Igen, ez így van. Akkor el tudom képzelni, hogy meggyőz erről, hogy a különböző gazdasági számítások eredménye az, hogy jobban megéri ez nekünk. És akkor még nem vettünk azért figyelembe persze olyan belvárosi, szerintem a társadalom szövetét ugyanúgy érintő problémákat, mint az, hogy akkor tulajdonképpen ilyen skanzeneket hozunk létre a belvárosban. Ahol élünk mi néhányan, így még magyarok, de alapvetően a turista a turistával találkozik, ami egyébként még a kulturális exchange-nek a nem tudom, ideájával is szembe megy, hiszen akkor nem az, ma ide jön a turista, és akkor legalább van valamiféle élménye a magyarokkal való találkozásról, meg a magyar kultúrát valamilyen módon így személyesen is magába tudja szívni, hanem akkor létrehozunk ilyen belváros múzeumokat, ami tök jó, és én is szeretem egyébként minden Prágát mondjuk, de azért talán nem ugyanaz, és nem biztos, hogy ez a cél. Más, és akkor még beszéltünk megint csak a fenntarthatóságról, amit tudom, hogy nem akarunk nagyon messzire elmenni, de jó-e az, hogyha ha a turizmust ilyen módon a repülőgépiparra, a légi társaságok szolgálják ki, amelyek igen nagy hatással vannak azokra a célokra. Pont Prágába vonattal tökéletesen a lehetmenni turizmus. Ez így van. A Budapest-Prága vonat nagyon támogatom igen. Akkor. De a visszatérve a lakhatási válságra, ugye ráadásul nem csak úgy tűnik számomra, hogy a kormány nem foglalkozik ezzel, hanem ha megnézzük azt, hogy Lázár János módosította például a parkolókiváltási rendeletet, akkor tulajdonképpen még tesz is az ellen, hogy érdemben lehessen valamit tenni a lakhatási válsággal szemben. De itt azért vannak nemzetközi példák, és akkor hozzáérték mindig elmondják, hogy Bécsben ugye maga az önkormányzat, mint piaci szereplő fellép ebben, meg ilyen. De
neked is, mint önkormányzat, vagy a te által vezetett önkormányzatnak is vannak szociális lakásai, hogy szerintem, és akkor kíváncsi vagyok erről a véleményedre, hogy nagyon sokszor az egész lakhatási válságot a szociális bérlakás szempontjá, vagy abban fogjuk meg, pedig az elvileg ennek egy nagyon pici része, vagy egy nagyon különleges része kéne, hogy legyen a megoldásnak, nem pedig a megoldás egészének kéne, hogy annak a száma megnőjön, vagy könnyebben lehessen kiadni, hogy nem önmagában az oldja meg a lakhatási válságot. Én hiszek az államban olyan szempontból, hogy ha jóval nagyobb, tehát mint egy bézs szintű arányt vállalna, akkor jobb világban élnénk. A lakáspiacból úgy értem. Tehát ha azt nézzük, hogy a piac, mondjuk nézzük mindig az extrém legrosszabb példát, az általában az Amerikai Egyesült Államok, ott mondjuk ezek a nagy gigacégek, amelyekkel foglalkoznak minden mással is, de felvásárolnak egész háztömböket, hogy aztán tulajdonképpen közösen felverjék az albérletpiac, vagy az albérleti díjakat, melynek eredményeként, főleg a fiatal generációk, most már egyébként annyira nem is fiatal, mert 40-es emberek is hasonló helyzetben bekerültek, ők ne tudjanak lakhatáshoz jutni tulajdonképpen, akkor inkább még mindig azt mondom, hogy igen, az államnak kéne. És persze el tudom képzelni, hogy vannak olyan ösztönzők, amelyek segítenék azt, hogy a lakáspiac a piaci alapon is működjön, megfelelően működjön Magyarországon is, nem vagyok ennek szakértője, de azért én mégis azt gondolom, hogy ami működött egyébként régen, az nem mindig kéne elvetni. Tehát azért például a panelépítés, ami egyébként igényesebb, hogy hívják ezeket lakópark lakások, ehhez képest sokkal jobban voltak urbanisztikai szempontból is megépítve azok a panel tömbök, ahol ott volt az óvoda, ott volt a zöld terület, ott volt minden a környéken. És ehhez képest a piac ezt nem annyira érdekelt, hogy ezt megoldja. Nézzük meg azt, hogy például mennyi infrastruktúrális fejlesztést betesznek bele pénzt azok a piaci szereplők, akik mondjuk építenek ilyet. És akkor nem beszéltük azokról, akik vásárolják meg. Hiszen Terézvárosban többnyire egyébként befektetési céllal vásárolják meg ezeket az új építésű lakásokat, amiből amúgy is kevés van. Mondom, ösztönző kérdése, persze én ezt elhiszem, de alapvetően szem az állam szerepét kéne növelni. Igen, csak azt mondom, hogy de én akkor nincs vita, mert én nem azt mondom, hogy ne az állam legyen, csak az államnak nem csak szociális alapon, tehát nem csak a szociális bérlakás alapján kell belenyúlnia, hanem pont, hogy az ellenkezője van, valamilyen módon el kell kezdenie a kínálatot növelni az építéssel. Ami nem jelenti azt, hogy ezek szociális bérlakások lesznek mind, mert a szociális bérlakásnak egy sokszor átmeneti, meg egy nagyon rossz szociális helyzetre kell reagálnia, és nem pedig a többségre önmagában. Hát alapvetően azt tartanám üdvösnek, ha annyi lakása lenne az államnak, / önkormányzatoknak, hogy azt mondhassa, hogy mint hogy mi is tesszük részben, ugye vannak szolgálati lakások, amelyekkel olyan embereket segítünk, akik egyébként állami szektorban dolgoznak, rendőrök, katasztrófavédelmisek, óvónők, pedagógusok és így tovább, de a fizetésük talán nem engedi meg azt, hogy mondjuk a munkahelyükhöz közel, tehát nálunk béreljenek vagy vásároljanak lakást. Tehát van ez a része szerintem, van a szociális rész, ami abban rendkívül alacsony jövedelműeknek biztosít lakhatást, és szerintem lehetne ezen túl fecske lakásokat létrehozni, ahol valóban átmenetileg segít az állam, hogy most próbálj meg félretenni annyit, amennyiből utána mondjuk tudsz bérelni vagy vásárolni egy ingatlant. És szerintem nem szégyen az, vagy Bécsben sem szégyen az, hogy akár egy középkorú ember, vagy család akár, az állami kvázi bérlakásban lakik. Itt a források kérdése igazából az egész. Jó, itt a lakáspolitikán egy kicsit így az általánosabb kérdésbe átmennék. Ugye biztos te is nézed a Partizánt rendszeresen, és van a Vétó című műsor a Partizánban, ahol többen, és nem akarok minősíteni ezeket mondani, tehát nagyon sokan beszélnek sok dolgot, és ott az egyik dolog, ami visszatérő volt a tavalyi előtti, vagy amióta a műsor van, hogy mi a polgármester feladata. És itt voltak negatív budapesti példák, nem rád vonatkozott soha ez, azt hiszem, a negatív példa, hogy hát nem csinálnak semmit, csak virágokat ültetnek, és ilyen kis urbanisztikai dolgokkal foglalkoznak, ahelyett, hogy a rendszerrel szemben állnának ellen. És én nemrég megnéztem a kerületi újságot nálad, és az egy nem nagyon kiegyensúlyozottnak tűnik, tehát nem olyannak tűnik, mint a mondjuk, amilyenre én emlékszem még önkormányzati képviselőkoromban, Láng Zsolt minden, effektív minden egyes oldalon be volt rakva egy kép Láng Zsoltról, a második kerület akkori fideszes polgármesteréről, hogy, de nem azt éreztem az újságból, hogy itt a NER megdöntése történik ebben az újságban konkrétan, hogy te hogy látod, hogy mi egy polgármesternek a feladata? Először is én nagyon szeretem Ruf Bálintot.
de szeretném előre elmondani, miért még olyanokat, miért vitába szállnék vele, hiszen az állításai azért nagyjából az ő állításait hoztat fel, és szerintem, de kifejezetten én is itt azon az oldalon voltam felsorolva, vagy legalábbis említve, vagy oda gondolva, akik ültetik a muskátlit a Liszt Ferenc téren például. Bár oda díszkáposztát ültettünk egyébként. Na mindegy, szóval én van szerepünk abban, hogy kormányzó képességet mutassunk. De nincs szerepünk abban, hogy mindennapos háborút vívjunk a kormánnyal. És ez a kettő szerintem igenis egy nagyon eltérő dolog. És én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy az emberek, akik ezt sokszor felhoznak kritikaként, mit mondanak? Egy dolgot hallottam, konkrétumot. Az újság volt pont. Ugye a magazinnal kapcsolatban elhangzott az, hogy amikor a Novák ügy kirobbant, miért nem írt erről egyetlen egy helyi lap sem igazán. Én ezt a kritikát vitaképesnek tartom, és el tudom képzelni, hogy valóban egy ilyen jellegű országos ügyről akár még egy helyi újságnak is írnia kell. Viszont nem hallottam semmi mást. Tehát mi mást kéne tenni a polgármesternek? Én nem fogom Orbán Viktort szídni minden nap, kiállni, nem tudom, az oktogonra és a nyugati térre és verni a mellemet ezzel kapcsolatban, mert nem hiszem ez a feladatom. Viszont azt tudom, hogy sikeres az a politika olyan szempontból, amit mi végzünk, hogy a választási eredmények azt mutatták, hogy annak ellenére, hogy én a saját pártomat meglehetősen ritkán említem a kommunikációmban, mert azt gondolom, hogy polgármesterként mindenkit képviselnem kell, a Momentum a legjobb eredményt érte el a 6. kerületben az EP választáson. Megelőztük a DK-MSZP párbeszédet is. Ugye a Fidesz meg a Tisza párt előzött meg minket. És ez azt jelenti szerintem, hogy mégiscsak valamilyen módon a közösséget a polgármesterrel azonosítják, tehát hogy megtesszük a magunk dolgát. Nem tudom, hogy Őrsi Gergellyel azonosították-e az MSZP-t. Akkor kilépett le. Utána nem? Ja, igen. Tehát nem tudom, hogy szerepelt az MSZP a 2. kerületben, de szerintem valószínűleg még ott is erejükön felül. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg mindent megteszünk azért, hogy megmutassuk azt, hogy van alternatíva, és bele lehet állni értékrendi vitákba, és bele is kell, viszont nem feladatom az, hogy a kormányt minden nap támadjam. Sőt, a testületiken egyébként nagyon sokszor hoztak be előterjesztéseket Orbán Viktor lemondatásának szükségességéről egyes képviselők, akiket nagyon szeretek, de én ezeket mindig nagyon kellemetlenül éreztem magamat, hogy tényleg. És akkor elkezdődött a gyurcsányozás, meg orbánozás, és néztem majd, hogy a fideszesek meg a DK-sok egymást ütik. És nem jó. Én csak erre a kritikára reakcióként, hogy a Novák ügyet le kellett volna írni, tehát szerintem, ha van hibás politológusi állítás, az, hogy a Novák ügyről nem értesültek a magyarok, ugye mindenki értesült róla, tehát ennek meg ez a következményből látszik, hogy ez így van, és kétlem, hogy olyan 6. kerületi politika iránt érdeklődő, akár kormánypárti, akár ellenzéki választó lett volna, akinek ezt a kerületi újságból kellett volna megtudnia, hogy mi történt Novák Katalinnal, de persze, ugye ez a vita utána előjött a fővárosi választásban is, hogy van-e, mi a fővárosi önkormányzatnak a szerepe ebben. És hogyha megnézzük az eredményeket, ugye a te eredményed kimagaslóan jó volt az újraválasztásban, de az említett Őrsi Gergelyé, olyanoknak az eredményei voltak jók, és most országosan is tudok példát mondani, akár Nemény Andrást ide tudom hozni, akik nem nagyon álltak bele országos politikába, és érdemben átszavaztak fideszesek, ez azt jelenti, és azoknál a szereplőknél, és ide sorolnám a jelenlegi főpolgármestert, akik pedig nagyon sok országos politikaibe beleálltak, vagy nagyon erős, karakteres országos politikai mondásaik voltak, mint például Niedermüller Péter, ott sokkal gyengébb eredmény született. Erre bólogasz, és nem akart mit mondani, jó? Akkor... De abszolút, gondolkoztam példákon, és nekem is ez volt az érzésem alapvetően, hogy ez nem ezt várják el a választók, csak pont Karácsony Gergely esetben szerintem különleges, mert ő a főpolgármester. És annyi lejáratás senki nem kapott, mint ő. Tehát még Pikó András barátom sem, aki szintén megkapta azt, amikor egyszer egy, nem tudom, buszmegállóban pattant ki az autó, szolgálati autóból, és már akkor lefotózták. De Karácsony Gergely azért nagyon megcibálta a Fidesz az elmúlt 5 évben, a választás megelőző 4,5 évben. És nem tudom, hogyha ennyire ütnek minden nap, akkor nem tudsz nem reagálni. Szerintem Karácsony Gergely nagyon szeretett volna egy főpolgármester lenni.
mert hogy abban az értelemben, hogy csak az, és nem foglalkozik semmi mással. És ő ezt megpróbálta 2019. november, decemberében, talán még januárban, aztán jött a Covid, és akkor így megkaptuk azt, hogy tényleg nagyon sok pénzt elvonnak az önkormányzatoktól, de ezt mindig hozzáteszem, hogy a kerületek az adózási struktúra miatt sokkal könnyebb helyzetben vannak, mint a főváros. Az egy extrém helyzet. Tehát nincs még egy olyan település a Magyarországon, települési önkormányzat, mint a fővárosi, amelyet ennyire nehéz helyzetbe hoznának ezek az elvonások. És akkor ott áll Karácsony Gergely, akiről tényleg lehet őt kritizálni, és kell is, én is megteszem, de nem tudom, hogy tehette volna-e azt, hogy jó, azért mi így a Hungáriát leaszfaltoztuk, meg a Blahát megcsináltuk, meg a Lánchidat, tök jó dolgok történtek egyébként a városban, a Budapest Go, tehát apró soft dolgok is, de az, hogy ne reagáljon arra, hogy a kormány éppen tekergeti a nyakát, azt még én sem várom el tőle, pedig én is jobban szeretném, hogyha persze egy a főpolgármester lehetne az, aki csak a város fejlesztésével foglalkozik. Én megígértem, amikor idefelé jöttem, hogy ez kivételesen nem lesz egy olyan eset, ahol a főpolgármesterről a véleményemet elmondom, mert szerintem, akit érdekelt, hogy mi a véleménye van, akkor volt lehetőség ezt megismerni, és valószínűleg vice versa így van, tehát ebben nem szeretnék mélyebben belemenni. Én csupán arra utaltam, hogy és akkor most vegyük ki a fővárost egy pillanatra, hogyha megnézzük mondjuk Eger meg Szombathely közötti különbséget, vagy Miskolc meg például, hogy egy másik pozitív példát mondjuk Győr, ahol ugye a kihívóként volt egy várospolitikai és nem pártpolitikai központú kampány. Szerintem alapvetően, és ez talán érthető, hogy az emberek a helyhatósági választáson helyhatósági kérdések alapján szeretnek dönteni, mert egy helyhatósági választást tartunk. Tehát, hogy csak erre a politológuskodásra a válaszom, hogy szerintem az eredmények nem feltétlenül ezt mutatják. Mert azt mondják, amit most is állítasz, hogy valóban erre vágynak inkább, és én ezzel egyetértek. Ebben nincsen közöttünk vita, és másfelől meg minden polgármestertársamnak ezt is kívánom, mert ez egy tényleg egy csodálatos élmény. Már, hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon szép feladat, amikor az ember tényleg tud egy ügyre koncentrálni, ami az ő kerülete, ami az ő települése, és látom is ezeken a kollégákon egyébként, mondjuk Őrsi Gergőn is például, hogy tényleg imádja, szereti, meghal benne, meghalunk benne, mert ez nem egy 8 órás munka, de attól még nagyon szép. És főleg az, hogy az ember elképzeli, hogy ezek a változtatások aztán ott maradnak, és amikor egy dologra nagyon jó, egyébként Google Maps, hogy minden visszanézhető, hogy milyen volt, milyen lett. És nagyon-nagyon tényleg megindító néha azt látni, hogy ezt azért elértük. Ez tényleg egy eredmény. De még egy dolog a politikus polgármesterhez, azért Baranyi Krisztina egy nagyon kemény ellenszélben nyerte meg, pedig ő azért inkább egy politizáló polgármester volt. Tehát van ellenpélda azért, hanem is sok, én nekem ő jut eszembe. Bár szerintem a Baranyi Krisztina itt ülne, ő azt mondaná, hogy ő nagyon sok, tehát hogy ő azért nyerte meg, mert hogy Kejben milyen munkát végzett, vagy neki szerintem azt képzelem, hogy ez lenne az állítása, csak most nem akarok mindenkit végigmenni, viszont én annyit akartam, hogy fideszeseknél is van olyan, aki fővárosi polgármester, aki nem a Fidesz pártpolitikai dolgaival foglalkozik, és szintén megleszik az eredményén, tehát a Kőbánya például egy elég szép példája ennek, azt hiszem. Áttérnék a fővárosi közgyűlésre, és most meg az egész fővárosi politikára, ugye én, és nem akarok belemenni abban, amit a főpolgármesteri kampányban történt, de azt hiszem, hogyha megkérdezzük a budapestieket, hogy mi az a politikához való viszony, amit a legkevésbé értenek, az, és mindenkinek van ilyen élménye, hogy miért van az, hogy az Üllői út egyik szakasza kerületi, de a másik szakasza már fővárosi, és hogy a nem tudom mit nem lehet megcsinálni, és az egész kétszintű önkormányzat, mint olyan, azért a legtöbb budapestit valamilyen módon frusztrálja, amikor szembesül vele. Ezzel általában nem kell szembesülnie, de ha szembesülnek vele, az inkább negatív szokott lenni, hogy szerinted jól van-e a kétszintű önkormányzat így, ahogy most van, vagy ezen változtatni kéne, és hogyha változtatni, akkor milyen irányban kéne változtatni? Nagyon nagy kompromisszumok árán jutottak el már 90-ben is ugye a jogalkotók arra, hogy milyen legyen ez az önkormányzat. Ugye 4 éven keresztül 88-an ültek bent a felső közgyűlésben, abból 66 listára jutott be, és 22 úgynevezett kerületi delegált, ugye akkor még nem a polgármester, hiszen a polgármesterek is közvetlenül voltak választva. Aztán kimetszették belőlük ugye a kerületi delegáltakat,
ami elég sokáig tartott, már egészen hosszú ideig, hiszen 2014-ben kerültek be oda a polgármesterek a fővárosi közgyűlésbe. Ez csak azért mondom, mert azért is releváns, mert ez a kétszintű közigazgatás, ez meglátszik egyébként a közgyűlésben is, amiről majd nyilván talán később beszélünk a közgyűlés magáról. De biztos vagyok benne, hogy változtatni kéne, és nagyon-nagyon sok program le volt, ugye a City koncepciót emlegetik sokan. Sokan szeretnék, hogy 5-6-7 kerület legyen maximum. Vannak olyan modellek, mint Bécsben, ahol van a főváros, ami egy ilyen masszív, tényleg minden felett mindent irányító szervezet, és akkor vannak a kerületek, amik valójában néhány mondjuk milliárd forintból, de tényleg ilyen néhány milliárd forintra kell gondolni, gazdálkodnak és csinálhatnak ilyen helyi kis szépítéseket, és nem is, azt hiszem, nem is választott tisztségviselők talán, bár erre nem esküdnék meg. Ugye nálunk ez a modell van, de Párizsban is vannak egyébként kerületek, ahol megint csak más jogkörökkel rendelkeznek, valahol a rendőrség például hozzájuk tartozik, nálunk ugye nem, csak rendészet van. Szerintem változtatni kéne, de azért szólnak amellett érvek, hogy kellenek erős helyi szervezetek, és azért, mert azt látom a fővárosi cégeknél is, meg fővárosi nagyobb egységeknél, hogy nem tudnak annyira gondos gazdák lenni, mint a helyi polgármester, meg mint a helyi képviselő. Mert van egy példám például, és nem tudom, hogy például a fővárosi közgyűlésben miért nem szidják sosem a BKV-t, egyébként valahogy sosem merül fel a BKV vezetése, pedig lenne. Miért? Egyszerűen nonsense az ügyfél kapcsolattartás, amit akár én polgármesterként megéltem az elmúlt években. Tehát az, hogy én levelet írok rá, az oktogoni villamos megálló, és bocsánat, én Pityáner dolog, nyilván hallgatók számára... Ez nem Pityáner dolog. Na igen, tehát ezek igazából nagyon fontos dolgok a mindennapi életünkben, és kell olyan ember szerintem, aki ezekkel a dolgokkal foglalkozik, és úgy foglalkozik vele, hogy minden nap megéli, ismeri a problémát, vagy eljut hozzá, könnyen becsatornázódik. És nem véletlen az, hogy az emberek alapvetően a miniszterelnök, meg a polgármester nevét ismerik. Mert őket tartják úgy dolgokat elérni képes embernek. Úgyhogy szerintem teljesen megszüntetni nem lenne. Mondd el az oktogoni példát. Ugye hát az oktogoni villamos megállót talán sok budapesti ismeri, főleg a fiatalabb, akik éjszakában is járnak. Itt tele van a környék mindenféle vendéglátóhelyekkel, és a kukák, amiből volt azt hiszem 3 darab nagyjából a villamos megállóban, azok nagyjából naponta 8-szor kellett volna üríteni azt, hogy ahhoz, hogy kulturáltak lennek, undorító egyszerűen. De ez elmondható egyébként valószínűleg a Blahára, meg sok minden másra. És én leveleztem, szerintem éveken, de legalább másfél éven keresztül a BK-ja, hogy Léci, egy pár kukát rakjatok ki, meg az ürítést, valahogy tényleg szívesen segítünk minden, és mi megkaptuk, hogy elemzik a helyzetet, felmérik, ki fogják helyezni, és akkor most volt egy pár hónapja, talán 2 napja, kimentünk, felrakták a kollégák, felraktuk a kollégákkal, beszereztünk nagyobb űrtartalmú kukákat, és tényleg nem értem. Tehát, hogy magyarul nem a BKV-t csináltuk. Nem a BKV-t, mi megcsináltuk. Oké, most, tehát, meg ez is oké, csak akkor szóljanak, hogy mi nem fogjuk megcsinálni. Tehát, és ez nem is csak a mindenkori fővárosvezetés hibája, ezt azért hangsúlyoznám, hanem egyszerűen a nagy rendszerek alul szerintem lassabbak lesznek. Uh-huh. De ennek ellenére azért a hatáskör megosztás, amit értem, hogy nagyon sokszor változtattak rajta, meg ugye volt eleve a központosítás, ahol most beszéltünk főváros vagy kerületi vagy megyei jóvárosi szintről, de kikerült az iskola, a kórház, tehát az egész önigazgatás, de azért amikor mondjuk valaki épít valamit, egy választópolgár vagy valamit elintéz, és akkor mondom, van ez tehát hogy nekem is ez az Üllői út két oldala, tehát nagyon nehéz megérteni sokszor, hogy mi, hogy aránylik egymáshoz ebben a rendszerben. Nekünk is. Tehát, hogy sőt, egyébként valamikor a főváros, meg mindenféle nagy cég, akár a MÁV így keresi, hogy ez most ez a szakasz, ez kié, meg ez a... Itt van olyan, volt olyan például, ahol kaptunk egy nyilatkozatot az egyik közműcégtől, hogy itt nekik nincsen semmiük, semmi elemük, most szándékosan nem mondom, hogy éppen milyen közműről van szó, hanem megadták az engedélyt, hogy csináljuk a beruházást, és akkor majd ezt a közművet egy másik oldalról kell áthúzni, és kiderült, amikor feltúrtuk a helyet, hogy de ott van egyébként, ami nekünk kell. És akkor nézték, hogy tényleg, de jó, akkor mégis van az. Tehát, hogy annyira nagy rendszer, annyira nagy város, ezek mindenképpen benne lesznek, és nyilván szerintem az a feladat, hogy valamiféleképpen egykapusítsuk viszont a rendszer. Tehát neked, mint választópolgárnak, az, hogy az Andrássy úton tele van a kuka, vagy le van törve, akkor ne azt kellene kutatnod, hogy ez most egyébként, nekünk is most derült ki, hogy ez nem is a közút csinálj, az belső Andrássyon a közúté, azt hiszem a kukák,
pontosabban a padok üzemeltetése, kívül a főkerté. Igen. Szóval, hogy tényleg nonsens az egész, de hogy ezt ne neked kelljen keresni, hanem beírsz, és akkor ott valahogyan kijön valami eredmény, ami téged érdekel, és ez gyorsan történjen meg. Szerintem ebben egyébként a helyi önkormányzatok egész sokat fejlődtek, de nyilván a fővárosnak is kell. Jó, és akkor most áttérnénk a fővárosi közgyűlésre, ugye te még... Még van 30 percünk, igaz legalább? Akkor... Még órák is lehetnek, lehet olyan, mint egy ilyen Lengvai Ildikó életút interjú is. Szóval a fővárosi közgyűlésben szinte Momentum mandátumot szerzett, nem tudom, hogy ezt te lettél volna, hogyha az a mandátum az sikerül, nagyon kevésen múlt, volt egy másik választás a fővárosban, ami szinte nagyon kevésen múlt, és hogy hát azóta volt pár közgyűlés. Hogy milyennek láttad a fővárosi közgyűlésre magában? Cirkusz. Cirkusz. Mint budapesti ember vagyok megsértve a működés miatt. És nagyon sok összetevője van ennek, de főleg a hozzá nem értés szerintem, és a politikai érdekek. És direkt mondtam rossz indulatot, mert megértem a feleket, hogy mi a céljuk, ugyanakkor ez így nem működőképes, nem funkcionális. És a hozzá nem értés is ijesztő, különböző csoportokról beszélek most nyilván, akiket nem neveztem meg, de nyilván mindenki abban érdekelt, hogy ne fogjon össze Karácsony Gergellyel. Mindenki abban érdekelt, hogy ezért Karácsony Gergely lassan vérezzen ki, szerintem. Nagyon gyorsan. Szerintem vannak, akik nem a lassúban. Lehet, hogy van, akik nem a lassúban, de a kivérzés az biztos, az közös pont talán. És ez azért úgy nehéz lehet. Tehát, hogy úgy nem lehet tárgyalni, szerencsétlen főpolgármester úr, ő tényleg szerintem úgy mindig hajlamos a kompromisszumok kötésére, van, hogy rosszakat is megköt, de az biztos, hogy mindig hajlamos erre. De úgy nem lehet tárgyalni, hogy onnan indulunk, hogy te igazából azzal te érdeked, hogy nem tudom, engem pofán verjél, és akkor én mit ajánljak fel, hogy csak egy pofont adj, az még mindig nem lesz nekem nagyon jó. És ez van a fővárosban. Ez az egyik fele. A másik fele szerintem az, ami ijesztő, hogy, és ez a hozzá nem értés része, vagy azt hiszem elsősorban, hogy itt van, hogy azokról beszélnek, ilyen személyügyekről tulajdonképpen. Hogy nem vagyunk hajlandóak igazgatóságokba delegálni embert, hanem majd dönt a bizottság meg a közgyűlés. Ami most így nagyon érthetetlen nyilván az átlagember számára, de aki mondjuk volt nagyobb cégben dolgozott, vagy halott ilyen jellegű döntéshatalra, az érti azt, hogy miért van szüksége egy igazgatóságra, miért nem delegálunk mindent az összes tulajdonoshoz mondjuk, a döntési jogkört, de most csak abba belegondolunk, hogy ez olyan, mintha az országgyűlés hozna a döntéseket, a BTK egyes határozata, vagy BTK-ból levezethető egyes határozata, szabálysértésekben. És akkor bejönne az országgyűlés elé, oké, hogy csak így szavazgatni kell, de hogy Ungár Péter átlépte a sebességhatárt a M3-ason 22-vel. Jó, szavazzuk meg. Kis túlzással, de nonsens tényleg ez a működés. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Ugye még a törvényes működés nincsen garantálva. Az, hogy nem szavazták meg Kis Ambrust, az engem sértett egyébként. Nem volt beterjesztve. Tudom. De előre ez tudva levő volt, hogy nem szavazzák meg, mert... Miért sértett téged? Azért, mert az elmúlt néhány évben megismertem őt a kabinet működésében, és egyfelől egy iszonyatosan true baloldali ember, aki pontosan olyan baloldali dolgokba áll bele, akár munkáltatóként is például, a munkavállalói jogokba, mert nem úgy áll bele, hogy aktívan le szeretné dózerolni őket, hanem pontosan ellenkezőleg. És szerintem nagyon sokban múlt rajta az, hogy az elmúlt években nem állt fejre a fővárosi önkormányzat. És nem megadni azt a lehetőséget, ez igaz egyébként egy Győrre is, ahol a Fidesz végül azt mondja, hogy megszabadott egy alpolgármester, tehát nem megadni azt a lehetőséget... Megállapodás irányába mentek el a dolgok, igen. Ami tök jó. És nem megadni azt a lehetőséget, hogy legalább egy alpolgármestert hadd válasszon már a szerencsétlen, akit mégiscsak megválasztottak polgármesternek vagy főpolgármesternek, az is kicsinyesnek érzem. Úgyhogy ilyen, megijeszt. Nagyon megijesztő, miatt történik. Én egyáltalán nem értek ezzel egyet, tehát egyik részével sem. Szerintem egészen jó színvonalú a fővárosi közgyűlésen a viták az országgyűléshez képest például. Tehát vannak benne személyeskedő részek, de vannak nem személyeskedő részek. Tehát vannak úgynevezett policy ügyekben viták, amik egészen szerintem szépek, és egy ilyen versengő jellegű demokráciát mutatnak. Tehát kicsit mutatják, hogy milyen egy normális versengő demokrácia, ahol hát senkinek nincs többsége, ugye? És ez nem, azért azt mondjuk el, hogy ez nem egy
ez nem egy lottó szelvényen alakult ki, hanem ez is ugyanúgy a fővárosiak akarata volt. Tehát elmondta mindenki a kampányban, hogy a többség mindegyik főpolgármester jelölt, amikor ketten voltak, meg hárman voltak, mind a két esetben meg volt kérdezve, hogy így lesz többség, úgy lesz többség. Ugye Karácsony Gergely nagyon magabiztosan azt mondta, hogy bármi van, ő meg tud, le tud dílelni bármit, a jó kompromisszumok robotosa szöveggel. Nem jött össze. Szóval szerintem részben ez egy velejárója annak, hogy ez egy tisztás listás rendszer, ami amúgy, mondom, szerintem vannak előnyei is. Én amúgy sajnálom, hogy több dologban nem állt vele a főpolgármester. Tehát ugye a kampányban például a BKK rendészet neki egy lelkileg fontos ügy volt, én teljesen nem értettem vele egyet, és a mai napig én is lelkileg ebben vagyok a másik oldalon belekeményedve a leginkább, de megszavazta ahelyett, hogy érvelt volna ellene, vagy legalább valamilyen ellen pontot kifejtett volna, ezt nem pontosan értem, pedig azt hiszem, hogy ebben ő neki tényleg valós gondolatai vannak, és a másik pedig, hogy a Kisambrusra visszatérve, tehát én sok mindenkitől hallottam jót Kisambrusról, ezt elhiszem, de ha valaki megnyeri az országos választásokat, de koalíció kényszere van, hát erről tudna mesélni Gyurcsány Ferenc, ha itt ül, ő mesélt is ebben az adásban, amúgy pont erről, Orbán Viktor is tudna mesélni, Antal József is, sőt Megyesi Péter aztán nagyon hosszan, akkor az sajnos olyan, hogy a legközelebbi embereit nagyon sokszor nem tudja megválasztatni. És akkor jönnek olyan dolgok, hogy hiába döntöttek úgy a magyarok, hogy egy baloldali többség legyen, egy jobboldali köztársasági elnök lesz egy parlamenti szavazáson. Tehát sajnos ez ilyen. És akkor ebből egy ilyen moralizáló dolgot belehozni, hogy én elhiszem, hogy ő egy rendes ember, nem tudom, nem ismerem, de hát ez volt a fővárosiak döntése, hogy annak a világnak, amely a 19 utáni városvezetést adja, annak a világnak, a személytől függetlenül ne adjon többséget. Igen. Annak ez a következménye. Nagyon sok mindent mondtál, mert szeretnék reagálni, és nehéz lesz mindenre. Egyrészt szerintem a moralizálásnak nagyon is van helye a politikában, mint ahogy valahogy minden politikai döntés valahol a realizmus és a realista gondolkodásnak, és az jó esetben az idealista, értékrend alapú gondolkodásnak valahol a vegyítéke. És ez mindig mixtúra lesz, azt elfogadom. Az nem tud megélni, szerintem, aki csak tisztán erkölcsi alapon gondolkodik. De alapvetően nagyon is van helye, és szerintem fontos, hogy ezt figyelembe is vegyük mi, mint döntéshozók, és főleg szerintem olyanok, akik én benned is ezt tisztelem, hogy te egy gondolkodó ember vagy, amit nem mondanék el minden politikus társunkról, az aktívan gondolkodó ember, úgy értem, de hogy nekünk különösen nagy felelősségünk szerintem az, hogy ezt sose felejtsük el, és mindig magunkat is csekkoljuk, hogy be van-e még kapcsolva ez a morális iránytű. És a listás, valóban erre szavaztak az emberek, arra szavaztak, hogy különböző frakciók üljenek össze, különböző méretekben, és ne legyen meg többsége egy valakinek, a főpolgármesternek. Viszont ez felelősséggel is jár. És nem tanulni kell ezt a rendszert, de nem lehet teljesen megfojtani a másik oldalt, hanem például az lehetne egy tanulási folyamat, hogy azt mondja az egyik fél, mondjuk a Tisza párt, ami egy elég nagy frakcióval rendelkezik, hogy jó, mi felelősséget vállalunk, miénk lesz a városüzemeltetés, mondjuk. És mi odaadunk egy főpolgármester helyettest, és jelölünk igazgatóságba is persze tagokat, és mi ezt be fogjuk mutatni, hogy kell ezt csinálni. És nem fogjuk megszavazni Karácsony Gergely minden dolgát, amit ő csak szeretne, de attól még, mondjuk nem lehet lakógyűlés, vagy nem tudom, de attól mi felelősséget vállalunk. És még egy apróság, a BKK rendészet. Erről beszéljünk picit. Mert hogy ez ugye van, BKK rendészet ma is, ez létező dolog, ugyanakkor soha nem lesz olyan, mint amit a Vitézi Dávid főpolgármesteri programjában lefektetett. Nem lesz. Nincs a világon se ilyen. Ugye, ami szokott feljönni, azt hiszem, hogy a londoni példát szokta talán London meg Stockholm felhozni. Londonban van egy gomb erre, abban az applikációban, amit lehet használni. Van egy gomb, ami egy statisztikai adatgyűjtésre szolgál. Tehát megnyomod, hogy a embankment, nem tudom, metró megállónál ezen a vonalon látok egy problémát, nagyon szépen köszönik, elraktározzák, évvégén majd analizálják, és megnézik, hogy oda kellene egy térfigyelő kamera, vagy éppen még egy kuka. Nem arra való, hogy megérkezzenek, nem tudom, rendőri felhatalmazással nagyjából villogóval emberek,
nem lesz a 4-6-os vonalán minden egyes problémára, hogy megnyom valaki, hirtelen ott egy biztonsági őr. Ez nem fog tudni működni, és éppen ezért hazugság az, amikor megszavazza a fővárosi közgyűlés azt a határozatot, hogy ezt elő kell készíteni, és ez így áll szakpolitikai vita. Azt mondtad, hogy policy dolgokról van szó, sajnos nem. Mert nem azt szavazták meg, hogy akkor így és így fog ez létrejönni, hanem egy ilyen, szerintem talán mind a ketten ismerjük a döntéshozói tapasztalatunkból, hogy vannak azok az előterjesztések, amik az a határozata, hogy így készítse elő az XY, hogy majd egyszer távlatilag mi lesz, és akkor az még úgy mosódik szét, ahogy az csak lehet. Úgyhogy szerintem az is sajnos egy hazugság konkrétan a VKK rendészet. Ugye itt, ha jól tudom, nem a gomb nem londoni, hanem stockholmi példa, de azt hiszem, hogy mindenki jobban jár, hogyha én ennek a nagyon részleteiben nem megyek bele. A BKK rendészet onnan látszik, hogy egy valós és létező dolog, ami szerintem nem hogy a hazugság, hanem az igazság, hanem amint a programban megjelent és erről szó lett, és ugye ez reagált a tömegközlekedők biztonsági igényére, mert csak mondjuk el, hogy miről szól, arról szól, hogy a tömegközlekedésen az utazási feltételeket be nem tartó közlekedők ellen valamilyen szankció lépjen föl, tehát leszállítsák, blablabla. Hogy utána folyamatosan elkezdte posztolni a főváros, hogy hányan járőröznek a 3-as metró, meg a kökin, meg a nem tudom, meg a 4-es hatosot. Tehát ez a biztonsági igény, amelyet ez kifejezett, ez valós. Nagyon érdemes arról beszélni, hogy ezt hogy lehet a konkrétumban megoldani. Ugye én azt vetettem föl, hogy a főpolgármester azt mondta, hogy ez egy szörny, morális, én pont a moralizálást hiányoltam kivételesen, hogy ő morálisan azt mondta, hogy ez egy szörnyű dolog, majd megszavazta. Tehát erről beszélek, hogy szerintem, és most ez nem csak a vele kapcsolatos kritika, hanem pont, hogy ilyenekben ez hiányzott a fővárosi kritika. Közgyűlésben az a vita. Amúgy azért is fontos volt szerintem ez, mert részben nagyon nehéz úgy tehát arra sarkallani a budapestieket, hogy nagyon nagy arányban használják a tömegközlekedést, hogyha utána az ezzel kapcsolatos kritikáikra meg nincsen reakció annak, aki üzemelteti a tömegközlekedést, szerintem ez is egy érdekes dolog. De visszatérve a szakpolitikai vitára, de hát nagyon sok szakpolitikai javaslat volt, és most volt az éjszakai metróról szó, hogy az, de hogy például az, hogy elhangzik a utána az a budapesti politikai vita, hogy ez egy kihasznált dolog volt-e vagy nem, amiben én mindig el fogom hinni, amit a Vitézi Dávid erről mond, de hogy legalább de ez maga egy policy vita. Tehát az, hogy szükség van-e erre vagy nem, és hogy jó-e, ha van éjszaka metró vagy nem, és hogy más városokban miért van, akkor Budapesten miért nincs, de amikor volt, akkor hogy használták ki, és mennyibe kerül, ez azt hiszem erről kéne szólnia a politikának önmagával. És nagyon sok ilyen kérdés volt, hogy legyen szelektíven gyűjtve, vagy legyen szelektíven is gyűjtve a kuka, ami kint van, meg te biztos még 100 ilyet el tudsz mondani, és szerintem ez egy, én attól féltem amúgy, amikor megalakult a fővárosi közgyűlés, hogy olyan dolgokról lesznek szó, hogy most akkor a főváros épületéről levegyük-e a szivárványzászlót, de akkor levegyük-e a Stapfi Fuzsina gyerekezzászlóját, de akkor kirakjuk az ukránt, és akkor tudod, ez az ilyen szimbólum. Ebben meg tudunk érezni, ez rosszabb lenne. Ez rosszabb lett volna, és nem ez lett. Igen. Ez tény, ugyanakkor mi a probléma az éjszakai metróval, meg azzal, hogy helyezzünk kis gyűrűket az FKF-es kukák köré, hogy mert nem ezekkel van bajom, ezek szuper dolgok, és támogatom is őket, hanem arról van szó, hogy a közgyűlés, meg a képviselőtestületek egyébként, sokan talán azt hiszik, hogy ott zajlik a munka, de nem. A munka ugye a háttérben zajlik. És szerintem, hogyha el akarsz valamit érni, akár ellenzéki képviselőként is egyébként mondjuk egy önkormányzatban, akkor tudod a legnagyobb impaktot gyakorolni, ha részt akarsz venni ebben a munkában, amit előbb mondtam, hogy itt meg is lenne a lehetőség, hiszen a többsége nincs meg a főpolgármesternek. Nálunk helyben például az elmúlt 5 évben, a 19-24-ig tartó ciklusban, én szerencsés voltam, nálunk a fideszes képviselők közül többségében abszolút normális, és Terézvárost elsőnek tekintő emberek ültek bent, képviselők ültek bent, és volt egy csomó ilyen munkabizottság, amit nem alapítottunk bizottságot, vagy ilyesmi, csak ugye a háttérben dolgoztunk bizonyos dolgokon, amiben ők részt vettek. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban mondjuk a homlokzatfelújítási programunk például, az részben ketten hajtottuk egy fideszes képviselővel, és ő is a saját frakciójával nyilván, és amilyenkkel beszéltem, hogy az összegekről például, a támogatási mértékekről, és az éjszakai metró példaként, hogy mondjam,
amennyire tudom, az a főpolgármester úrnak a stábja is már ezen egyébként dolgozott. Ez egy közös pont, és lehetne azt mondani, hogy Dáviddal, hogy ilyen szuper, akkor segíts ebben a munkában, dolgozzunk együtt, mindjárt megvan, átadjuk együtt a nem tudom, első éjféli metrón, utazunk együtt. A szelektív gyűjtés, mi már most a karbantartóink egyébként csinálják éppen ezeket. Mert helyben mi ezen nem beszélünk erről, hanem megcsináljuk. És a közgyűlés, meg az országgyűlés is valószínűleg ilyen, bár ott nem ültem benne, és nem is hiszem, hogy valaha fogok az életemben, nincsenek ilyen terveim, az sokkal inkább a performatív művészeteknek egy ága, azt hiszem. Én azért azzal nem értek egyet, hogy minden munka a háttérbe folyik. Tehát én nekem egyetlen egy, ami azért nem egy annyira jó arány, így 6 éve vagyok képviselő, egy dologban sikerült materiális változást elérni Magyarországon, ez az otthonápolási díj kapcsán volt. Igen. Nem egyedül, meg nagyon szép munka voltak. Volt. De hogy én ott azt vettem észre, hogy ott az emmi háttérintézménye jelöltek, hogy jaj, hogy fogjuk ellenőrizni? Jaj, ha kiutaljuk, akkor ez hogy aránylik, ha nem tudom milyen rendeletben a maximum segít. Tehát, hogy mindig találtak valamit, ami miatt nem lehet, ami miatt valami tragédia fog történni, és ha nincs nyomás, tehát részben ez is a feladata ezeknek a performatívabb testületeknek, hogy én el tudom képzelni, hogy a hivatalban dolgoztak akár az éjszakai metron, de hogyha nincs egy nyomás, hogy a politika ezt akarja, akkor a végén az ilyen hivatalokban, és azért a fővárostól én, még amikor beszéltem a jelenlegi főpolgármesterrel, meg még amikor szóba állt velem az előző, mert most már ő se áll velem szóba, tehát ha ők ketten mindannyian azért nagyon negatívan fogalmaztak azzal kapcsolatban, hogy a főváros hivatalának milyen képessége van a dolgok elé fekvésben. Tehát, hogyha nincs ez a politikai nyomás, akkor lehet, hogy a hivatal sok minden tervez, csak nem, soha nem jön ki belőle semmi, mert ezeknek a bürokráciáknak van egy ilyen önmozgásuk, ami a nem cselekvés irányába megy. És ez egy pártpolitikától független dolog szerintem. És a legtöbb ember, aki vezetett ilyet, az hasonlóképpen gondolkodik. Ez tényszerűen benne is vezettünk vita. Ha megengeded, még reagálnék viszont még a BKK rendészet. Mert ugye erős állítást tettem, hogy hazugság, te pedig azt mondtad, hogy ennél a igazság nincs. És elmondom, hogy még... Ez is egyfajta performatív művészet. Igen. Hadd mondjak el még egy érvet amellett, hogy miért hazugság ez. Nagyon fontos, amikor egy jogszabályt alkot az ember, hogy mennyire tudja azt megvalósítani, betartatni, hogyha úgy tetszik bizonyos esetekben. Ha én azt mondanám, azt ígérném egy választási kampányban, vagy ma, teljesen mindegy, hogy megszüntetem a kutya exkrementumot az utcáinkon, akkor nyilvánvalóan hazudnék. Nem tudom ezt megvalósítani, lehet erről vitázni, határozatot tudunk róla hozni, hogy szüntesse meg Terézváros önkormányzat a képviselő testülete felkéri Soproni Tamás polgármestert, hogy ezt szüntesse meg azonnal, nagyon jó, nem fogom tudni. És én a BKK rendészet is. Hogyha azt mondjuk, hogy ez ténylegesen meg fogja oldani azokat a problémákat, hogy tényleg nem tudom, 80 embert fel tudnak venni, lesz erre forrás, ez nem igaz. Nem igaz, nem lehet megcsinálni, mert pedig, hogyha a végeredmény nem megvalósítható, akkor, és mi ezt tudjuk most, akkor már most hazudunk, amikor ezt kimondjuk. De én szerintem először is, tehát és tényleg nem akartam ebbe ilyen kampányszinten belemenni, de a Karácsony Gergely első ciklusában csökkent annak az embereknek a száma, akik rendészeti feladattal foglalkoztak. A fölé, igen. Azt tehát az ellenkező irányba indult el, ez az egyik. A másik, hogy természetesen azt nem állította Vitézi Dávid, hogyha ő lesz a főpolgármester és lesz BKK rendészet, akkor soha többet nem lesz, hogy politikailag korrekt példát mondjak, részek holland turista, aki taperol embereket és ordít a 4-es 6-oson, és ilyen soha többet nem fog történni, csak hogy... Szignifikánsan lesz a változás, az a kérdés. Szignifikánsabb, kevesebb, vagy hogyha szignifikánsabb, hamarabban ér ki valaki, hogyha több ember van és több pénzt költünk erre, hogyha egy holland turista részegen ordítozik. És az pedig és akkor ne kerülgessük itt, azért volt egy olyan része ennek a vitának, ami ugye azzal kapcsolatos, hogy egy nem is csak baloldali emberek vannak ennek a városházán, ami egy akár fontos dolog is lehetne azoknak, akiknek ez fontos, hanem egy bizonyos fajta baloldali emberek vannak, akik szerint, ha azt mondjuk, hogy a hajléktalanok körében nagyobb az alkoholbetegeknek az aránya, vagy azoknak az aránya, akik valamilyen tragikus úton kiestek a magyar, amúgy nagyon alul finanszírozott mentális egészségügyi rendszerből, és ez egy probléma, amelyet ugyanakkor nem a tömegközlekedésen utazóknak kell elszenvednie, akkor ezt politikailag inkorrektnek tartották. Hiába tartották politikailag inkorrektnek, mert ez egy érzékelt valóság, ami
mindenki szerint igaz, aki dolgozik a magyar hajléktalan ellátásban. Mindenki szerint, aki effektív ott van a Máltába és csinálja, én elég sok emberrel beszéltem, mindegyik azt mondja, hogy igen, ez így van. Nem szeretnék belekeveredni ebbe a vitába, mert nem ugyanaz állásponton, mint a főpolgármester úrnak, és szerintem ott ő ferdített szándékosan egy politikai kampány során, és szerette volna belenyomni az ellenfelét abba, most nem tudom, miért elemezzük itt a kampányt, bocsánat, ez valóban nem az én szerepem, de hogy bele akart nyomni abba a szerepbe az ellenfelét, ő legyen rossz fiú. Ez egy természetes reakció természetesen, igen. Még akkor is, ha egyébként valóban mély igazságok vannak abban, amilyen problémát itt fel lett vetve. Úgyhogy ettől függetlenül persze látom azt az érvelést is, hogy télen, mondjuk egy januári mínusz 5-10 fokban éjszaka akár, akkor se dobjuk le azt a hajléktalant a buszról, hogyha egyébként ő nagyon büdös és részeg. Ha bánt valakit, az senki nem vitatkozott ezzel. És ezt nem is biztos, hogy állította ezt egyébként bárki, teszem azt, hogy le kell dobni ezt a hajléktalant, csak valahogy ilyen minimumokat határozzunk meg magunknak. De az, hogy annak a hajléktalan embernek legyen lehetősége hova menni, ahova utána be tud menni tényleg, ahol utána őt nem bántják, hogy elmondjam a valóban létező problémákat abszolút. A hajléktalan ellátásba, az egy dolog, amit kezelni kell, de nem, tehát az nem megoldás, hogy ő neki a 4-es hatoson kell körbe-körbe menni. Neki sem megoldás. Tehát, hogy ez az egész szerintem rosszul van megfogva, és tényleg nem akarok a főpolgármesteri kampány elemzésen, ezért át ilyen nagyon rossz transitionnel átmennék egy másik témába. Hogy ma sok volt meg ebben egyébként, de mindegy. Igen, ja. Ma volt döntés arról, hogy a Momentum népszavazási kérdését nem engedte az MVB, viszont a fővárosnak a vagy a fővárosi, az FVV-be benyújtott, azt hiszem a Baranyi Krisztina Hadházi Ákos által benyújtott kérdést az olimpiáról engedélyezte, hogy ugye itt most elvileg elindul a gyűjtés, ha jól értem, mert nincs már fellevitelnek helye. De még meg lehet támadni, azt hiszem. De az már nem halasztó hatály. Az Alkotmánybírósághoz lehet fordulni, tudom, aha. Mert mi végig játszottuk ezt egy saját népszavazással. Igen. De az már nem halasztó hatály. Hát akkor viszont gyűjteni kell hamarosan valóban. És hogy ez csak azért mondom, mert hogy mi a véleményed arról, hogy most úgy tűnik, hogy a főváros vezetésének, Karácsony Gergelynek az a szándéka, hogy valamilyen módon Budapest részt vegyen a következő, vagy a következő utáni olimpiai pályázatban. Én ezt abszolút nem támogatom. Azon, hogy mire válaszoljak arra, hogy mi a véleményem Karácsony Gergely attitűdjéről, meg hogy legyen a népszavazás. Meg hogy legyen a népszavazás, meg hogy én mit gondolok arra, hogy legyen olimpia. Igen, ez mind. Ez mind az utóbbi kettőről könnyebb választ adnom, mert legyen és ne legyen. Azért ne legyen, mert nem látom azt, hogy gazdaságilag képes ez az ország megrendezni egy olyan olimpiát, amely legalább 0 szaldósra kijön. Nem látom azt, hogy olyan infrastruktúrális fejlesztések történtek volna az elmúlt években, főleg a közlekedés területén, amelyek ezt lehetővé tennék akár. Igen. Pont. És úgy lehet, mindig én vagyok egy kicsit ilyen megértő és jó fiú szerepben, mert annak ellenére, hogy mindezt gondolom, egyébként realistának és logikusnak tartom a főpolgármester úrnak a hozzáállását. Még továbbra is fogja valaki a nyakát, a kormány, így markolja, közben alulról meghúzzák lefelé a felső közgyűlés tagjai, és ő próbál legalább valamelyiken enyhíteni, és ezt úgy próbálja meg elérni, hogy legalább annyi sikere legyen, hogy mondjuk ha az olimpia pályázat legalább alakulóban van, lehet, hogy kap egy, nem tudom, reptéri vasutat, kap valamit, fejlesztést, amit sikerként könyvelhet el. Úgyhogy én megértő vagyok ezzel kapcsolatban, és mondom mindezt annak ellenére, hogy egyébként én nem egyáltalán támogatom azt, hogy legyen Budapesten olimpia. Ugye amikor volt a olimpia, akkor mi is gyűjtöttünk, és akkor az volt a gyűjtés lényege, hogy kér, hogy ne lehessen az emberek megkérdezése nélkül. Így. Itt azt mondta a főváros, és amúgy ez valamennyire érteni vélem ezt az érvet, és én csak hogy mondok valamit, amiben egyetértek velük, látod, nálam is van ilyen, hogy oké, kérdezzük meg az embereket, de mindegy, hogy mikor. Tehát akkor, amikor tudjuk, hogy ez pontosan mennyibe kerül, mik az elvárások, mit adna
mi az a deal, amit ezért cserébe adna a kormány a fővárosnak, vagy előtte. Mert abból a logikából, amit te mondasz, azt is lehet mondani, hogy azt fogja mondani Karácsony Gergely, hogy ezt ígérte ezért cserébe a kormány, tehát így már megéri, mert megrendezzük az olimpiát, de kapunk új hév szerelvényeket, meg reptéri vasutat, meg blablabla. Bla, bla, bla. Hogy szerinted akkor van egy olyan étlap, ami után ez elfogadható, vagy annyira vaskalapos vagy, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy 68 millió lakást épít Budapesten, akkor sem. Az a baj, hogy ahhoz, hogy egy üzletbe belemenj, ahhoz el kell hinned azt, hogy a másik fél teljesíteni fogja az általa vállaltakat. A kormány esetében elég rossz tapasztalataink vannak az elmúlt évekből. Szerencsére nem nekem kell meghoznom ezt a döntést, de persze, hogy lenne olyan, hát hogyha... És ebben egyébként ez a furcsa, hogy ez is elhangozzék azért, hogy valójában szerintem ettől a várostól, most a BKK rendészeten túl, Karácsony Gergely és Vitézi Dávid nagyjából ugyanazt szeretné. A kötött pályás közlekedés fejlesztésével, akár magával egyébként, a BKK-val, a közterületekről nagyjából hasonlóan gondolkodnak, az emberek bevonásáról is talán hasonlóan gondolkodnak, nagyon sok mindenről hasonlóan gondolkodnak, és mégis... Az olimpiáról is sem olyan nagyon nagy a véleménykülönbség, ha jól tudom például. Azt nem tudom, neked valószínűleg jobb információid vannak ezzel kapcsolatban, pontosabbak. Ugyanakkor mégis azt látjuk, hogy ugye van ez a komoly konfliktus, ami engem, mint budapesti, egyszerű budapesti lakost nem érdekelne, csak menjenek akkor ebbe az irányba, mint 90% volt az összes, ketten voltak végül, nem meg volt a Mi Hazánkos, bocsánat, Grunter úr, úgyhogy 90, nem tudom, 5%. Hogy azért volt, hogy Tardós István tudjon kire szavazni. Legalább tudod. Szóval, hogy a Budapest 95%-a egy zöld városfejlesztésre szavazott egyébként, ehhez képest, ezek itt acsarkodnak egymásra, én ezért nagyon hálás vagyok budapestiként, de visszatérve nyilván az olimpiára, tehát hogy én ebben lenne olyan program, amit ha megóst a kormány, akkor összeszem a két kezemet, és persze csináljuk, nem látom jönni. Jó, nagyon szépen köszönöm, és én sokat tanultam a beszélgetésből, és szerintem a hallgatók is itt lesznek vele. Én köszönöm a meghívást.